Webdesigner. Az első weboldalt mindössze 2 évtizeddel ezelőtt készítette el egy Tim Berners-Lee nevű úr. Ő a svájci hadronütköztető, a CERN munkatársa, és a csupán szövegekből és hiperlinkekből álló oldallal az volt a célja, hogy a kutatásaikkal kapcsolatos információ könnyen és minél szélesebb körben legyen hozzáférhető egy világméretű hálón. Ma már több mint 155 millió szájt létezik, és havonta 354 ezer új honlap születik. Ezek tartalmát a szakemberek újabb és újabb megoldásokkal igyekeznek egyre vonzóbbá és használhatóbbá tenni. Ők a webdesignerek. Mihalik Benedek vagyok, 2 éve dolgozom webdesignerként. Amit leginkább szeretek ebben a szakmában, az az, hogy tulajdonképpen tartalom és forma között kell egyensúlyt megtalálni. Tehát a web alapvetően egy elég funkcionális dolog, és fontosabb az, hogy jó legyen, mint hogy esztétikus. De persze annak is kell lenni, és ez egy érdekes dolog, hogy egy egyensúlyt megtalálj a kettő között. Megtanulok csapatban dolgozni, azt, hogy különböző embereknek különböző dolgok az erősségeik, és hogyha ezt ügyesen kombináljuk, akkor sokkal hatékonyabbak vagyunk. Az ipari formatervezés vagy design az iparművészet egyik ága, amely a tárgyak formai esztétikai kialakításával foglalkozik. A webdesigner grafikai prezentációkat és terveket készít honlapok, illetve interneten megjelenő egyéb applikációk és objektumok formájában. Munkája a megrendelői igények felmérésével kezdődik. Ezek alapján áll neki online reklámok, webes arculatok vagy oldaltípusok grafikai tervezésének, készít webgrafikákat, strukturális terveket vagy úgynevezett drótvázat, architektúrákat. Tevékenysége során tehát mindig valamilyen konkrét gyakorlati feladat vár rá, melyet megrendelője igényei alapján kell elvégeznie. Az ő dolga a bennünket körülvevő brendek és szolgáltatások hatékony kommunikálása az interneten és más elektronikus médiumokon. Ő tervezi mindazt, ami megjelenik webes böngészőinkben, mobiltelefonunkon, az áruházi érintőképernyőkön, vagy akár az internet kapcsolattal rendelkező televíziókon. Munkaeszköze elsősorban a komputer, valamint a különböző multimédia fejlesztő eszközök, mint a szkenner és a kamera. Ismernie kell a multimédiás fejlesztő környezetet, hogy tudja, melyek a legújabb trendek, vagy például tisztában legyen azzal, mely terv megvalósítható és mi az, ami határt szab szárnyaló fantáziájának. A webdesigner sűrűn használja telefonját és e-mailjét is, és rendkívül fontosak számára a különböző grafikai szoftverek. A leggyakrabban a Photoshopot használjuk szoftverként. Ez az a szoftver, ami leginkább alkalmas arra, hogy webre tervezzünk. Azért nagyon jó ez, mert tulajdonképpen egy az egyben azt látom, mint amit majd a felhasználó fog az ő képernyőjén látni. Tehát gyakorlatilag úgy tudok tervezni, hogy konkrétan tudom azt, hogy ezt így hogyan fogják látni. A webdesigner számára az alapvető művészeti készségeken és képességeken túl nélkülözhetetlen a kreativitás, a probléma megoldó képesség és a logikus gondolkodás. Jártasnak kell lennie a vizuális kultúrában, és fejlett esztétikai érzékkel kell rendelkeznie. Fontos tulajdonsága még a kézügyesség, a rajztudás, a precizitás és az önállóság. Alapfeltétel természetesen a digitális kompetencia, és nem árt némi üzleti érzék sem. A szakma nyelve az angol, ezért lényeges a naprakész nyelvismeret. Az állandóan is rendkívül gyorsan változó digitális világban elengedhetetlen az aktív tájékozódás, így a tanulásra való nyitottság, a folyamatos önképzés kiemelten fontos. Nyilván az egyik legfontosabb az, hogy valaki kreatív legyen. A másik, talán egyik legfontosabb, főként inkább emberi tulajdonság, az az, hogy alázatos legyen az adott ember. Tehát tudja magáról, hogy ő mennyire jó, tudja magát elhelyezni egy adott skálán, és felismerje azt, hogy esetleg nem ő a világ legjobb webdesignere, de törekedjen arra, hogy ő legyen az. Ez teljesen az a szakma, amiben nem szabad leragadni. Folyamatosan változik napról napra, és ezt tudni kell lekövetni. Tudjon jól kommunikálni. Amikor bekerül egy kezdő grafikus, neki nyilván kevesebbet kell ügyféllel beszélgetni vagy levelezni. Főként projektmenedzserekkel vagy accountmenedzserekkel fog valaki együtt dolgozni. Meg kell tanulni az ügyféllel is kommunikálni. A webdesigner munkája nagy részét légkondicionált irodában végzi. Kötött és kötetlen munkaidőben egyaránt dolgozhat, attól függően, hogy alkalmazottként vagy vállalkozóként tevékenykedik. Ez a szakma sokszor megköveteli, hogy egy sürgős feladat miatt este vagy akár hétvégén is dolgozni kell. A webdesigner legtöbbször egy helyben, monitor előtt ülve, hajlott testtartásban dolgozik. Munkája alapvetően szellemi megterhelést jelent, ugyanakkor karját, kezét és ujjait is túlterhelheti, szem- és hátfájás is kialakulhat.
Pszichés megterhelést jelenthet, hogy gyakran a határidők szorításában kell teljesítenie az elvállalt feladatokat. Korszerű eszközök jó monitor használatával, valamint a végtagok rendszeres átmozgatásával és szemtornával a káros hatások enyhíthetőek. A monitoron történő tervezéshez elengedhetetlen a jó látás, valamint a kar, a kéz és az ujja képessége. Bármilyen különös, a jó hallás is fontos a webdesignernek. A szakmához SNI adaptált szakképesítés nem kapcsolható, de a munkakör átszervezésével mozgás- és hallássérültek számára is lehetővé válhat a munkafeladatok jelentős részének elvégzése. A képzés megkezdéséhez sikeres érettségire van szükség. Egészségügyi alkalmassági követelmények nincsenek, a művészeti előképzettség ugyan nem feltétel, de okvetlenül előnyt jelent. Webdesignereknek a felső oktatásban az elektronikus ábrázolás alapszakon lehet tanulni, webdesigner szakirányon. A képzés során a hallgatók megismerik a képalkotás folyamatát, a tervező grafikában alkalmazott technikai képalkotási módozatokat, az elektronikus vizuális kommunikáció lehetőségeit és felületeit. A képzés sikeres elvégzésével az elektronikus ábrázolás alapszakos grafikus szakképzettség szerezhető meg. A webdesigner munkakör betölthető ezen kívül az emelt szintű szakképesítést adó grafikus OK és képzés elvégzése után is. Számos magániskolában is végezhetők különféle webdesigner tanfolyamok. A végzett szakember többek között webdesignerként, képanimátorként vagy grafikusként is elhelyezkedhet. Dolgozhat önálló vállalkozásban, illetve grafikai stúdiókban vagy webfejlesztő cégeknél. A munkavállaláshoz minden esetben referencia munkákat kérnek. Rokon foglalkozás például a műszaki rajzoló, a szerkesztő vagy a díszletező díszítő. Alkalmazottként 170-230 ezer forint havi bruttó átlagkeresetre lehet számítani, ezt a jövedelmet jó esetben egyéb szerződéses jogviszonnyal vagy akár saját vállalkozás indításával is ki lehet egészíteni. A piacra alapvetően a telítettség jellemző, azonban a legkiválóbb szakemberek mindig keresettek, sőt belőlük a legtöbb munkahelyen gyakori a hiány. Érdemes a webdesign különböző területeit feltérképezni, esetleg specializálódni, vagyis találni egy olyan részt a piacon, ahová kevesen vagy egyáltalán nem szolgáltatnak. 8 éve foglalkozom ezzel, azért összehasonlíthatatlan, hogy hol kezdtem és most hol vagyok. Ha valaki webdesigner, akár pont egy reklámügynökségnél, akkor nap mint nap mást kell megoldani, nap mint nap új kihívások vannak, küzdened kell azért, hogy ténylegesen elfogadják a te tervedet, meg kell tudnod védeni. Nyilván olyanoknak ajánlanám, akik szeretnek internetezni, akik kreatívak, akik úgy gondolják, hogy ők is tudnának akár weboldalakat rajzolni, és áldoz akár az idejéből, szabad idejéből arra, hogy fejlődjön. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.